Ha megnézzük az európai szabályokat, akkor azt látjuk, hogy Nyugat-Európa legtöbb országában ma is sokkal szigorúbb szabályok vannak érvényben, mint Magyarországon. Ennek az egyik oka, hogy ott úgy tűnik, hogy a harmadik hulláma is megkezdődött a vírusnak. Szeretnénk ezt Magyarországon elkerülni, ezért a jelenlegi szabályok fenntartása indokolt. Ez azt jelenti, hogy március 1-ig érvényben marad az online oktatás a középiskolákban és az esti kijárási korlátozás is. Gulyás Gergely azt mondta, tudják, hogy nehézséget jelent a szabályok betartása a szolgáltató szektornak, és ez komoly veszteséggel jár számukra. A miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a gazdaságot is próbálják segíteni, eddig 27 milliárd forintra érkezett igény bértámogatásra, amelyből 7 milliárdot az államkincstár már folyósított. Hozzátette, a közigazgatási hivatalok mindent megtesznek a bértámogatások kifizetésének felgyorsítása érdekében. Eközben más európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is alakult egy vendéglátóipari csoport, akik azt fontolgatják, hogy februártól kinyitnak. Azt mondják, a tulajdonosok kifogytak a tartalékaikból, a bértámogatások kifizetésével pedig komoly gondok vannak. Borza Emese, egy szekszedi söröző tulajdonosa is már hónapok óta tartalékokból él. Közel 1 millió forinttól esik el havonta úgy, hogy többek között bérleti díjat, rezsit és az alkalmazottat is fizetnie kell. A vendégeink napi vagy heti szinten kérdezősködnek, hogy mikor nyitunk, mi pedig otthon várjuk a csodát, hogy mikor tudunk újra jönni dolgozni, mert már nagyon szeretnénk. És hát én számolgattam, úgy gondolom, hogy nagyságrendileg a március-április, amíg még ezekkel a tartalékokkal húzni tudjuk, de utána egyáltalán nem. Harmati Ákos egy dombóvári söröző tulajdonosa, 14 munkavállalóval dolgozik, ők is a fennmaradásért küzdenek. A legrosszabb ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy mikor és mit csinálhatunk, szóval meg van kötve a kezünk, de úgy gondolom, hogy ha kinyithatunk, akkor, hát akkor úgy gondolom, hogy bombarobbanás fog történni itt egész Dombováron, vagy a környéken, vagy akármelyik étterembe. Úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke úgy véli, a szolgáltató szektornak a mostaninál több kormányzati támogatásra lenne szüksége. Javaslataikat összeszedték és eljutatták a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához. Hát ezt a szférát meg kéne támogatni. Nem tudják megérteni azt, hogy lehetséges az, hogy hasonló szolgáltatásokat lehet végezni, miért pontosan ezt a szűk kört nem lehet elvégezni. Úgy néz ki, hogy mindenki egyetért azzal, hogy igenis ezt a területet, a szolgáltatás ez a területét is támogatni kell. Egyrészről maga a vállalkozások miatt, másrészről az ott dolgozók, illetve a kapcsolódó vállalkozások miatt is. Én reménykedek abban, hogy igenis lesznek itt lépések. Fischer Sándor azt mondja, a vállalkozók nagy része kerül bajba, ha nem segít rajtuk a kormány. Ez körülbelül az össz vállalkozói 25%-át jelenti. Ez gondolható, amellett, hogy nem csak a vállalkozót érinti, hanem a dolgozókat. Nagyon jelentős kár lenne. Itt egy hosszú idő után viszont már nehéz lenne visszaállítani. A kamara úgynevezett újraindítási támogatást is adna a vendéglátósoknak. A kamara szakemberei ugyanis úgy vélik, sokan már most tartozásokat halmoztak fel, és nem lesznek képesek a vállalkozók kinyitni, ha majd később enyhít a kormány a korlátozásokon.